2010 tavaszán Kétegyháza nyugati határában játszadozó gyerekek találtak egy, mint később kiderült, vaskori szárnyas istenséget ábrázoló nyakmedált. A helyi önkormányzattól megtudtuk, hogy ez a terület korábban egy elhanyagolt tó volt, ami szemétlerakó helyként működött. A 2009-es évben pályázatot nyújtott be az önkormányzat a tó rendbetételére. A munkálatok meg is kezdődtek a tavalyi év tavaszán. Valószínűsíthető, hogy a tó kikotrásakor bukkanhatott elő a medál. A srácoknak is feltűnt a tárgy régiessége, nem tudván mire vélni a furcsa szerzemény. Azt átadták a helyi történelemkutató csoport vezetőjének, dr. Lendvai Józsefnek. A csoport immár 15 éve kutatja a település múltját, de mindeddig ez a legrégebbi tárgyi emlék, amely bizonyítja, hogy a település már a vaskorban is lakott terület volt. Javarészt első és második világháborús fegyvermaradványok, repeszek kerülnek elő, legfőképpen mezőgazdasági területeken. Ezen kívül kb. 12 évvel ezelőtt sikerült feltárnunk egy középkori temetőt, amely sem a ránk maradt leírásokban, sem az egyházi dokumentumokban nem szerepelt. A tárgy meglepően épp állapotban maradt meg, azonban a gondos tisztítási munkálatok után sem tudták korban meghatározni és beilleszteni a történelem folyásába. Az viszont kiderült, nyakban hordták. Mindezek után a Békés megyei múzeum igazgatóságára vitték a tárgyat, ahol kiderült kora és jelentés tartalma. A tárgy egy vaskorból származó egyéni védelemre, mindenféle rontás ellen készült bálvány amuletje. Valószínű, hogy egy sámán nyakában lóghatott, és viselője halálával, őrző szellemként vele együtt temették el a mai tó területén. Mint megtudtuk, a terület egy részét az 1700-as évek végén feltöltötték, így maradhatott ránk ez a kivételes amulet. Kétegyháza történetében ez a lelet oly annyira meghatározó jelentőségűvé vált, hogy az önkormányzat elhatározta, kiemelt keretet különít el a terület feltárására, és a későbbiekben tervezi egy múzeum alapítását a település történet bemutatására. Ismét sikerült feltárnunk egy darabot a történelem homályából. Tartsanak velünk legközelebb is, amikor egy dévaványai legendának járunk a nyomában.